Szervusztok! Kis Ágota Adrienne vagyok, gasztrokocs, séf. Az Omega Budapest gyülekezetből érkeztünk, bemutatom a férjemet, Kovács Kondot. Üdvözlök mindenkit! Szeretettel köszöntjük a Pax Televízió nézőit, és mindazokat, akik a YouTube csatornán, vagy egyéb online csatornán nézik a műsorunkat. A mai adásban készíteni fogunk nektek cukkini tortát, és cseresznyés saláta lesz hozzá a köret. Ez egy édes, savanykás, finom köret lesz a sós cukkini torta mellé. Ami miatt a cukkinit választottuk, hogyha néztétek az előző adást, a kertünkben nagyon sok cukkini terem, a Jóisten megáldott minket egy gyönyörű szép kerttel, február-márciusot dolgozunk szorgalmasan, kapálunk, ültetünk, palántázunk, és a cukkinik azok most mind beértek, úgyhogy most sok finom cukkinis ételt fogunk nektek bemutatni. Hoztam nektek egy igeverset, 1 Korintus 6.19. Hát nem tudjátok, hogy testetek a Szentlélek temploma, aki bennetek él, és Isten adta nektek? Nem vagytok a magatoké, hisz Isten nagy árat fizetett értetek. Így hát testetekkel kell megszentelnetek Istent. Majd erről fogok a főzés végén néhány gondolatot mondani, és most elkezdünk főzni. Elsőként a tortát fogjuk összerakni, mert annak körülbelül fél óra, amíg megsül. Szeretnélek megkérni Kondot, hogy ebbe a tálba reszeld le, karikázd bele a cukkiniket, jó? Kapok lánckesztyűt? Nem. Kérsz? A fenébe, kérek. Te akarsz mesélni a cukkiniről megint? Ki nem tud még bármit a cukkiniről? Tegye fel a kezét. Na, akkor elmondom. A cukkini közép Amerikából származik. Az indiánok Mexikó, Guatemala környékén termelték, mert 6-7 ezer évvel ezelőtt is. Kolumbusz után érkezett Európába, de nagyon sokáig csak dísznövényként tartották. Itáliában ismerték föl, hogy nagyon jó táplálkozási alapanyag. Ők kezdték el termelni, kezdetben minél nagyobb volt, annál jobban szerették. Aztán rájöttek, hogy a kis példányok sokkal ízletesebbek, finomabbak, könnyebben emészhetőnek, ezért tököcskének, azaz cukkininak nevezték el. Ugye a 19-20. Század elejétől kezdve terjedt el Amerikában és Európában is. Magyarországon viszont érdekes módon csak az 1970-es évek után kezdett elterjedni. Bálint gazda hozta be egyébként olaszországi útjáról az első csemetéket. Azóta viszont nagyon elterjedt, nagyon szereti mindenki, nagyon egészséges. Körülbelül 90%-a a természetes víztartalom, tehát fogyókúrához nagyon jó, tele van ásványi anyagokkal, magnézium, foszfor, kálium, B és C vitaminok, nagyon egészséges, bárki bármikor fogyaszthatja, szinte bármilyen formában. Csak ajánlani tudjuk. Látjátok, 2 darab cukkinit megpucoltunk, lekarikáztunk, 5 darab tojást, és körülbelül 250 g tejföld kevertünk hozzá, össze. Raktam bele sót, borsot és egy kicsi szódabikarbonát a sütőpor helyett. Próbáltam már ezt a tortát tejjel, liszttel is, úgyis nagyon finom volt. Most sajttal fogom készíteni, meglátjuk a végeredményt, biztos, hogy nagyon finom és nagyon egészséges. Azt kihangsúlyoznám, hogy a tejföl növényi tejföl, édesanyám készítette magvakból. Kesúdiót, napraforgó gomagot darál össze, rak hozzá egy kicsi vizet, kicsi citromlevet, kicsit sót, borsot. Ki lehet kísérletezni az állagát, vannak egyébként tejtermékkészítő, növényi tejtermékkészítő készülékek. Én most kaptam édesanyámtól ezt a tejfölt, úgyhogy ezzel készítem. Fél óra múlva meglátjuk a végeredményt, addig összerakjuk a salátát, aminek a főszereplője a cseresznye. És meg is kérlek téged, Kondot, hogy mesélj a cseresznyéről, és hogyha egyszerre tudnál 2 dolgot is csinálni, tehát hogy mesélsz a cseresznyének a történelméről, élettani hatásáról. Története van. Csak története van. Csak története van. És közben ezt a zuborkát felkockáznád. Addig kockára? Kockára, tehát. Vagy ezt akarod csinálni? Nem, csak hogy mi a... Igen. És akkor összerakjuk a salátát addig, ami majd nagyon finom kísérője lesz a cukkini tortának. Cseresznye az Belső-Ázsiából származik.
úgy is mondhatnánk, hogy a mai Törökországnak a belsejéből. Lucullus vezetett hadjáratot a pártuszok ellen a Krisztus előtti első században, és ott ismerkedett meg a cseresznyével a Fekete-tenger partján, addig az ismeretlen volt a nyugati végeken, és annyira megtetszett neki, hogy azonnal be is vitte a római birodalom területére, és ő terjesztette el. Tehát gyakorlatilag a Krisztus előtti első századtól ismert Európában, nagyon kedvelt, nagyon szeretett gyümölcs, de nagyon kényes is. Időjárás érzékeny, a talajra is érzékeny, tehát nehéz termeszteni, ezért drága. Gyakorlatilag az egész világon elterjedt, az Egyesült Államok a cseresznye legnagyobb termelője és fogyasztója is, a világ termés 50%-át termeli, készíti és eszi meg. Japánban ugye nagyon híres a cseresznye virágzás, de azok a cseresznyék általában nem ehetők, hanem díszcseresznyék. Tele van mindenféle vitaminnal, nagyon egészséges, ehető, nagyon közeli rokona a megynek, de egymást nem tudják beporozni, tehát annyira nem közeliek. Együk, amikor van. Köszönöm. Mindjárt jövök. Na, feldaraboltuk a jégsalátát, egy kígyóborkát, egy darab fetasajtot. Meg fogom locsolni az általam használt öntettel, ami szörp, ez most szőlőszörp a Tornai pincészettől. Nagyon szépen köszönjük, Tornai úr. Olívaolaj van benne és tárkonyos borecet, illetve só. Ezzel locsolom meg, óvatosan, hiszen maga a fetasajt már ad egyfajta sósságot, a cseresznye pedig édességet és savanyúságot, és én ezt most nagyon alulan mindent beleszorom, és egyszerűen mennyei lesz. Összekavarod, drágám? Uh-huh. Azt tudjátok, hogy a cseresznye is csak akkor kugacos, ha megnézzük. Egyébként nem. Egyébként azt tudjátok, hogy miért vagyunk gasztroevangélisták, vagy hogy miért szeretem egyre jobban ezt a szót. Ugye a gasztronómia az táplálkozás, élelmezés jelent, és ugye az, amikor megszületünk, akkor rögtön anyukánk mellére raknak, kaját kapunk. Ez a legelső, amikor megszületünk, tehát enni kell. Akár tudomást veszünk róla, akár nem. És én ezért nagyon szeretem a gasztronómiát, és mi szeretünk is nagyon egészségeseket és finomakat enni. A evangélista pedig tanítványságot jelent. És a tanítványságot a mi olvasatunkban kétféleképpen is értelmezzük. Az egyik az, hogy az egészséges életmód hívei vagyunk, tehát egészséges alapanyagokat készítünk, fogyasztunk, minimális húst teszünk, mert nagyon sok külön munkát végzünk. Amikor vendégek jönnek hozzánk, és tudjuk, hogy húsevők, akkor természetesen bármilyen húst elkészítünk, de jól bevásároltunk a Boldog Bocit anya húskészletéből, ők borjút tenyésztenek, és ők hozták el nekünk házhoz mindenféle nagyon finom borjútermékeket. No, az evangélista két értelme, az egyik az, hogy egészségeset eszünk, a másik pedig Isten szeretetének az üzenete. És mi szeretjük ezt a kombót, tehát mi boldogan teszünk bizonyságot arról, hogy mi hívők vagyunk, hogy mi napi kapcsolatban vagyunk Istennel. És én most akkor meg is osztanám az igeverssel kapcsolatos gondolataimat, hogy a mi testünk Istené. Tehát nem azért kaptuk, hogy eltékozoljuk a testünket. Tehát felelősségünk az, hogy mi tudatosan jól bánjunk a mi testünkkel. Mi hívők azért, mert a Szent Szellem bennünk lakik, tehát a mi testünk a Szent Szellem temploma, de a nem hívő emberek, vagy akik még nem hisznek Istenben, azoknak is a testük nem csak úgy lett valahonnét, hanem Istentől kaptátok ti is. És a Biblia figyelmeztet minket arra, hogy a mértéktelen evés, vagy akár a mértéktelen sport, azt a Biblia a szexuális bűnökhöz hasonlítja. Tehát a Biblia kerek-perec megmondja azt, hogy a testünkkel bölcsen kell bánni, és most így a hegymászok kapcsán is
Én olyan szomorúan veszem tudomásul azt, hogy vannak szenvedélyes sportolók, akik nem kímélik a testüket, nem kímélik a családjukat csak azért, mert valamit annyira szenvedélyesen szeretnek, és sajnos belehalnak. És ugyanúgy vannak sajnos a saját környezetünkben is emberek, akik annyira szeretnek enni, vagy durván alkoholisták, hogy tudatosan halálba hajszolják az ő testüket. És ez bűn. Ezt Kerek Perec megmondja Isten, hogy bűn. És a mai üzenetünk számotokra azt, hogy Istentől kaptuk ezt a sok földi jót, amit kaptunk, akár a mi kertünkben is, ami megterem, de ezt meg lehet készíteni, el lehet készíteni egészségesen, el lehet készíteni jól, lehet belőle finomakat enni, nyilván lehet húsokat is enni. Nagyon fontos a mértékletesség mindenben. Látjátok, bort kínálunk általában az ételeinkhez, a mértékletes borfogyasztás is egészséges, a mértékletes húsfogyasztás is. Mi most bátorítunk benneteket arra ezzel a sok cukkinis, meg zöldséges ételekkel, hogy nyáron szeressétek a testeteket annyira, hogy finom, egészséges ételeket fogyasztotok. Még ezt a salátát a tetejére egy kis dióval megszorom, és majd ezt fogjuk rakni a cukkini torta mellé. És hát, bár most pont a borról mondtam, hogy milyen jó a mértékletesség, mégis egy jeges italt fogunk nektek készíteni, mégpedig jeges kávét fogunk készíteni nektek laktózmentes tejjel, laktózban gazdag vaníliafagylalttal és sírkockával. Látjátok? Látod? Összetapicskolja. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Isten áldjon benneteket. Vigyázzatok a testetekre, szeressétek magatokat, egymást, a jó Istent, és egyetek finom egészséges ételeket. Nem sokára újra találkozunk. Sziasztok! Minden jót!